Bánáti János a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát, mindjárt nézzük ennek az esküszövegnek a részleteit, de először azt mondja meg nekem, hogy egyáltalán hogy történhetett ez, hiszen mi is beszámoltunk róla, sőt egy más témájú beszélgetésünkben, ön itt adásban utalt is rá, utólag is utalt rá, hogy milyen szuper stratégiai együttműködést kötöttek az igazságügyi minisztériummal, pontosan a jövőre nézve, az egyeztetés területén. És akkor ez most mi? Valóban, stratégiai megállapodást írtam alá a miniszter úrral a kamara nevébe, és vártuk, hogy történik valami, nem csak a saját törvényünkkel félreértésre legyen, hanem minden olyan jogszabállyal, ami az ügyvédi hivatást érinti alapvetően, és ezen keresztül az emberek százezreit, millióit. És meg kell mondanom, hogy semmi nem történt, ebben az ügyben is írtam külön levelet a miniszter úrnak, illetve a kapcsolattartásra kijelölt államtitkárasszonynak, hogy a stratégiai megállapodásban, hogy úgy mondjam, életet kéne lehelni, és a fontos törvényekben legyen egyeztetés, de ugye most az esküről beszélünk, az ügyvédi törvény módosításáról, ahol semmi nem történt. Semmi nem Mármint történt. Egyeztetés. Nem, hogy egyeztetés nem történt, hanem arra sem történt utalás, hogy egy ilyen alapvető részben, mert szeretném hangsúlyozni, hogy alapvető rész, lehet, hogy kicsit túl érzelmesek az ügyvédek, de én azt hiszem, hogy ez a hivatásnak egy nagyon fontos része, és az, hogy mi komolyan vesszük az esküt, ez talán azt mutatja, hogy komolyan vesszük a hivatásunkat. Én tudom, hogy ez érzelmi rész, de van érdemi is persze benne. Arról is fogunk beszélni, de ez az érzelmi rész, én ezt még csak véletlenül sem tenném kisebb, vagy mondanám azt, hogy ennek kisebb az értéke, mint az érdemi, a tartalmi részben, amit kifogásolnak. Tehát az érzelmi rész az ugyanolyan fontos. Nem sok szakmára, nem sok hivatásra mondjuk azt, hogy az eskümnek megfelelően, vagy tart az X, mondja a foglalkozás nevét, eskü. Ugye van az orvosi eskü. Elég speciális és kevés ilyen hivatás van, ami effektíve egy eskü szöveg felmondásához kötődik. Az egy, nem csak egy ünnepi aktus, hanem utána azt az egész pályát végig követi, és ahhoz köti magát, és ahhoz kell, hogy kösse magát. Itt ugye az érzelmi részből a szavakon lovagolunk, de igazából nem. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az ügyfél az, akinek az érdekében a legjobb tudásom szerint, vagy a magyar nemzet az, akinek a legjobb tudásom szerint majd el fogok járni, mind a kettőnek kell az érdekét képviselnem, csak önök alapvetően az ügyfélnek az érdekére jönnek pontosan, létre, vagy tanulnak és dolgoznak. Az ügyvédi hivatás minden jogállamban független. Független a szervezete az államtól, és független a tevékenység. Ez egy nagyon fontos része, hiszen pont azért független vezeti le adott esetben az Alkotmánybíróság is, hogy az állam ellen kell nagyon gyakran fellépni az ügyvédnek, az állami szervek ellen, magát az államot pereljük. Rengeteg olyan per van folyamatban, ahol az alperes a magyar állam. És a büntető hatalmat, amelyet az állam gyakorol, az ügyészség képviseli, ott is teljesen világos a képlet, hogy az állami szervezettel állunk szemben, amikor egy egyének, a vádlottnak, a védencnek az érdekét is, csak az ő érdekét képviselhetjük, mondja a büntető eljárási törvény. Na de várjon, tehát azért egy ilyen esetben az is a nemzetnek az érdeke, igen, hogyha persze. Az állam valótlanul szeretné az érdekét érvényesíteni, akkor az a nemzetnek az valóban. Érdeke. Meg lehet magyarázni, hogy a nemzet érdeke, a jogállam érdeke, hogy a védői jogosítványok és a terhelt védekezéshez való jog érvényesüljön, akár még az adóügybe is el tudok képzelni olyan, azt mondanám, kicsit innen jövő magyarázatot, hogy az állam érdeke, hogy korrektek legyenek a közigazgatási határozatok, és így legyen bírósághoz való jut. De akkor meg én kérdezem, hogyha ez az állam érdeke, akkor mégis az eskü miért azzal a fordulattal kezdődik, hogy a magyar nemzet érdekében, és valahol a végén egy félmondatban van utalás, hogy az ügyfelem érdekében. Eddig az ügyfelem érdekére tettünk esküt, persze az alkotmányok és az alkotmányos jogszabályok keretei közötti tevékenységre, és ez áttételesen természetesen eddig is a magyar államnak az érdekét képviselte. Ez meg kell mondanom, hogy zavart kelthet ez a fogalmazás, hogy kétféle érdeket tulajdonképpen ütköztet az esküben. Most nekem több minden jutott eszembe, és oly sok jogszabály kapcsán beszéltünk már arról, hogy az nagy baj, hogyha
így is érthetjük, úgy is érthetjük, vagy azt mondjuk, hogy ez egy olyan tág kategória, hogy ebben még akár az is beletartozhat, mert hogy akkor nem tudjuk ezt kizárni, hogy évek vagy évtizedek múltán ezzel valaki nem fog visszaélni. Itt ez esetben, hogy a nemzet érdekét képviselni, ezek lehet, hogy most ilyen hajánál fogva előrángatott történetek, de az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha egy magyar ügyvéd egy külföldi ügyfelet képvisel, és mondjuk a magyar állammal szemben. Tovább akkor megy, külföldi államot képvisel. Külföldi államot. Mondjuk igen. Akár. Nagy tehát külföldi akkor céget, nemzetközi céget képvisel. Pontosan, ezek azok a példák, tehát az extremitásig el lehetne vinni. Mi van akkor? Van ilyen bűncselekmény. Az új büntető törvénykönyvben is benne van mondjuk az összeesküvés, a lázadás, tehát kifejezetten állam elleni bűncselekmény. Állam elleni bűncselekményben is vajon, amikor a terheltet védi majd valaki, akkor nem merül föl, ami Magyarországon sajnos 60-70 évvel ezelőtt fölmerült, hogy a védőtől nem azt várták, hogy a terhelt érdekében kövessel el mindent a jogállam érdekében, hanem mint egy második ügyészként magyarázza el, hogy milyen csúnyát tett az, aki a népi demokratikus állam ellen összeesküdött. Igen, no, ha most nem lenne ilyen előzmény, és nem mondtuk volna már több törvény esetében az, hogy túl tág a kategória, beleértetem ezt is, nem tudom, hogy egyszer, mikor, ki fog ezzel visszaélni, akkor lehet, hogy nem is érinteni ennyire érzékenyen az ügyvédi társadalmat, ezek nem csak a lényegi, vagy nem csak az érzelmi, hanem ezek a lényegi kérdések. De ez esetben, amit felsorolt például az előbb példaként, azt mondom, hogy még mindig belefér a kategóriába, és ha nem lenne ilyen előzmény, lehet, hogy nem beszélnénk róla, hogy ha bármi állam ellenes bűncselekményben véd ön valakit, akkor is a nemzet érdekét védi, hiszen a nemzetnek az az érdeke, hogy kiderüljön, hogy ez az illető elkövette az állam ellenes bűncselekményt, vagy az állam csak azzal gyanúsítja, vagy a nyomozóhatóság, és akkor nem ő képviseli a nemzet érdekét. Elnézést, mondja ön, mondom én, és mondjuk nyilván nagyon sokan ugyanezt az olvasatot. De félek tőle, hogy ha az esküszövege így marad, akkor egy-két év múlva, vagy valamikor valaki mást olvas ki belőle, és azt mondja, hogy mi a nemzet érdeke, azt ő dönti el. És te ügyvéd, te hazaáruló vagy, mert nem a nemzet érdekét képviselted, amikor egy nemzetárulót, egy összeesküvét védtél a bíróság előtt. Bármikor lehetnek önök is hazaárulók. Hát nem, ilyen. Azt mondanám, milyen dilema elé állítani az ügyvédi kart feleslegesen, amikor az ügyvédi eskü szövege tökéletes volt, persze az alkotmány helyére az alaptörvény de, szót kellett volna beiktatni. Miért kellett megváltoztatni? Hát azért kellett valóban, ez az egy, ami miatt meg kellett. De ezt kicserélem, alkotmány, alaptörvény, ennyi. Pontos, ennyi. De ugye az az elképzelése a jogalkotónak, hogy egy egységes eskü szöveget tett bele az eskü első felébe, ami önmagában is finoman úgy fogalmaznék, hogy pontatlan, mert tisztségről beszél, ugye, mert ott az az áll, én XY esküszöm, hogy tisztségemet, hát az első probléma bizony itt van, az ügyvédnek, 12 ezer ügyvédnek nincs tisztsége, néhány kamarai vezetőnek van, tehát benne hagyták az általános szövegbe, hogy igen, a tisztségemet gyakorolt. Igen, mert ez a köztisztviselői hát esküszövegé. Ezt beleaplikálták, és utána egy mondatot az ügyfél érdekéről beszéltek, és ez a bizonyos dolog, ami itt az elmúlt napokban, vagy mondhatnám órákban egy kis félreértést okozott, ami kimarad belőle a titoktartással kapcsolatban. Persze, hogy tudom, meg a kamarai vezetés, sőt minden ügyvéd tudja, hogy azért, mert kimaradt a szövegből, attól még a törvényben benne van, tehát mi nem értettük félre, hogy ezután nincs titoktartásra való kötelezettség, de valahogy úgy érezzük, hogyha mi magunk azt mondjuk, hogy ez olyan fontos alapértéke a hivatásnak, hogy legyen benne, akkor nem értjük, hogy miért kell kivenni és arra hivatkozni, hogy na, de hát egyébként benne van a törvényben sok száz egyéb kötelezettség mellett. Tehát mi csak azt kértük, hogy még egyel több kötelezettségre esküdhessen az ügyvéd, amelyik évszázadok óta esküszik a titoktartásra. Egyáltalán nem értem az egésznek a kiinduló pontját, tehát hogy miközben érzelmi, lényegi kérdések vannak az eskü szövegében, hosszú-hosszú évek óta, akkor valaki kitalálja, hogy ezt megváltoztatja, de az érintetteket nem kérdezi meg, nem csak a változtatás tényéről, hanem annak a részleteiről se, miközben még egy stratégiai együttműködésük is van. De nekem még egy példa eszembe jutott, most azon gondolkodtam, hogy mikor ki élhet vissza azzal, hogy az ügyvédek bizony nemzetellenesek, hazaárulók, mert nem a magyar nemzet érdekét kívánja, vagy szolgálja. Gondoljon bele egy vállóperbe. Tehát
Egyébként az a nemzet érdeke, hogy a családok felbomoljanak? A nemzet érdeke az, hogy a gyerekek ne a családban nőjenek fel, hanem csonka családokba? Már ezzel vissza lehet élni. Na de hát elnézést, tovább mondjam, hát a polgári perben két peres fél van, és csak egyiküknek ad igazat a bíróság. Mind a két ügyvéd a magyar nemzet érdekét képviseli, az egyik teljesen vesztes lesz, a másik nyertes. Aki elvesztette a pert, az nem a magyar nemzet érdekét képviselte. Tehát újra mondom, az ügyvédi hivatás függetlensége, miközben a tevékenység egésze áttételesen a magyar nemzetet szolgálja, egyértelműen, és erre büszkék vagyunk, de az eskübe első helyen való említése zavart kelt. Zavart kelt, ami felesleges, és el lehetett volna hárítani egy egyórás egyeztetéssel. És akkor most mi lesz? Írtak levelet, kaptak választ. Még nem kaptam meg. A következő levélre? Úgy hallom, nem, még nem kaptam meg a választ, csak a MTI-ből hallom, igen? Hogy a mai nap a miniszter úr elindította a választ, ez nyilván holnap eljut hozzám, és a következő testületi ülésen a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége, nyilvánvalóan tájékoztatom őket a válaszról, még a kezemben nem volt, és akkor a elnökség kompetenciája a döntés. Ha Kimnek az a válasz, amit az MTI őnek nyilatkozott, tehát amiről tájékoztatta, igen, az MTI-t, már pedig azt gondolom, hogy a kettő hát ugyanaz. Csak a részletekre hát ebben, hát hogy ez, nincs változtatás, hát igen. Nincs. Hát az ügyvédi kötelezettség így is, úgy is a titoktartás, ne aggódjanak, de hát nem ezért aggódnak. Ezért is, de nem azért aggódunk, hogy nem lenne titoktartás, van, hanem miért azért, hogy miért ne lehetne még az a fél mondat. Hát nyilvánvalóan a jogszabály módosításának kezdeményezési joga megilleti a Magyar Ügyvédi Kamarát ezt követően is. Akár egy országgyűlési képviselő is előterjesztheti az elfogadott törvény módosítását. De addig persze az ügyvédek, a fiatal ügyvédeink erre esküsznek, hiszen a törvény köt bennünket. Értem. Na hát akkor meglátjuk, hogy mi lesz a levelezgetésnek a vége. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Már is folytatjuk a reklám után, maradjanak velünk.